A Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Sokan pályáztak lakásfelújításra Tabánban, illetve a kerékpárút megépítéséről is szó esett a sok beruházás mellett. Dr. Kovács László önkormányzati képviselő lakossági fórumán, a Kossuth olvasókörben. Dr. Kovács László önkormányzati képviselő lakossági fórumán szó esett arról, hogy idén és a tavalyi évben is sokan pályáztak az önkormányzatnál lakásfelújításra. A városvezetés 2014-ben 20 millió forintot különített el erre a célra. Egy-egy háztartás legfeljebb 400 ezer forintot igényelhet a munka jellegétől függően, amelyet 5 év alatt kell visszatéríteni az önkormányzatnak. Az idei 2015 éves támogatási lista sorrendjében Tabáni városrész még mindig dobogós helyen áll, hiszen a külterület, valamint a Rezsa doktornak a körzete után itt ebbe a Tabáni városrészbe nyerték el legtöbben a homlokzat, nyilászáró, fűtés, korszerűsítési beruházásoknak a segítségét. A lakossági fórum egyik főpontja még a kerékpárút építés volt, ami a Rabcsák András és a Damjanics utca, valamint a Pálfi és a Holló utcán valósult meg. A beruházás 63 millióba került, amiből az önerő 10 millió forint volt. A fórumon még szó esett, a kórház épületére 110 milliós napelemeket szerelnek fel. A jelenlévő lakosok közül többen is jelezték észrevételüket a képviselőnek, illetve a városháza munkatársainak, akik helyben válaszoltak a felmerülő problémákra. Ambrus Sándor immár 10 kézműves remekdíj büszke tulajdonosa. A népi iparművész ezzel a teljesítményével egyértelműen listavezetőnek számít, hiszen az országban ő az egyetlen, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt pályázaton ennyi szakmai elismerést begyűjtött. Európa nem arra kíváncsi, hogy mit veszünk át tőle, hanem arra, mivel gazdagítjuk kultúráját, mit teszünk hozzá népi nemzeti kincsünkből. Hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idei díjátadó ünnepségén az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon. Meggyőződésem, hogy mindazok, akik ezzel a mai területtel, kézműves ágazattal foglalkoznak, ezeket a hagyományokat, amiket elődeinktől kaptunk, úgy őrzik meg, úgy örökítik át, hogy közben hozzájárulnak gazdasági fejlődésünkhöz is. Idén a Kárpát-medence területéről 110 pályamunka érkezett, amelyből a zsűri 43-at talált igazán színvonalasnak. Hódmezővásárhelyről ketten is díjat kaptak, a Hímző műhely és Ambrus Sándor. A vásárhelyi fazekasmester egy 20 részből álló étkészletet készített, amelyre egy rég elfeledett vásárhelyi mintát festett. A Margaréták és Pöttyök sorozata egy 1800-as évek közepéből származó tányéron maradt meg, ezt a motívumot ültette át Ambrus Sándor legújabb munkájába. Ezzel pedig a vásárhelyi fazekas átvehette 10. kézműves remekdíját. Az első kettőn nem tudtam róla, nem jövöttem részt, és onnantól kezdve minden évben más-más termékkel pályáztam, és mind a vásárhelyi hagyományokra építkezve, és a régi vásárhelyi edényeket a mai kor igényeire átöltetve jelentem meg mind a 10 alkalommal, és a zsűri az idén is megadta a Magyar Kézműves Remek címet. A kézműves remek díja szakma legmagasabb kitüntetése. Azzal, hogy Ambrus Sándor 10 ilyen címet birtokol, az országban egyedülállónak számít. A fazekas mester számára ezzel azonban befejeződött egy korszak, ugyanis úgy döntött, a jövőben már nem vesz részt több pályázaton. A makói hosszú gyökér megkapta a hagyományok ízek régiók védjegyet. Az elismerés tegnap a 77. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon adták át. A Hung Expo területén idén mintegy 900 terméket mutattak be az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon. Makó küldöttsége nem csupán kiállítóként, hanem díjazottként is szerepelt, ugyanis az ott termesztett hosszú gyökér kiérdemelte a hagyományok, ízek, régiók védjegyet. Ezt a címet a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Turizmus ZRT 2010-ben együtt alapította meg, és jelenleg több mint 120 terméket illet. A minisztériumnak az a célja, hogy ezeket a hagyományos termékeket felkutassa, bevonja őket a hagyományok, ízek, régiók
programba, és a hagyományok ízek régió VDS termékek közül a lehető legtöbbnek Európai Uniós oltalmat is biztosítson a földrajzi árujelző oltalom keretein belül. A makói hosszú gyökérre vonatkozó védjegyet tegnap a Csanád és térsége gazdakör elnöke, valamint Farkas Éva polgármester vették át Budapesten. Makó első embere kiemelte, ennek a címnek sok szempontból van jelentősége. Egyrészt azért, mert ismerté válik országos szinten maga a termék, másrészt pedig a gazdák részére nyilvánvalóan magasabb áron való eladásra is lehetőséget ad. Az önkormányzat annyiban tudja támogatni a gazdákat, a makói gazdákat, hogy mind a népszerűsítésben, mind pedig olyan infrastruktúrális lehetőségeknek a biztosításával igyekszik az elkövetkezendő időszakban a hosszú gyökér népszerűsítését teljesíteni, amivel valóban országos, esetleg nemzetközi hírűvé tesszük a hosszú gyökeret. Farkas Éva hozzátette, Makó eddig a vörös hagymájáról volt híres, a jövőben viszont azt szeretnék, hogy a hosszú gyökér is hungarikummá váljon. Délvidéki magyar Golgota 1944-45 címmel nyílt kiállítás tegnap az Emlékpontban, amely a II. Világháború utáni magyar, illetve német ellenes mészárlás történetét és áldozatait mutatja be. A 18 tablóból álló tárlatot a Keskeny út alapítvány állította össze és hozta el Vásárhelyre, hogy bemutassa a közel 40 ezer ártatlan életet követelő eseményeket. A II. Világháborút követően a délvidéket ismét elcsatolták, és a jugoszláv állam része lett. Ekkor alakult meg Tito vezetésével egy partizán sereg, mely alig néhány hónap alatt több ezer magyar lakossal végzett ezen a területen. A kegyetlen és tragikus eseményeket az Emlékpont legújabb vándorkiállítása mutatja be, melyet tegnap egy előadás keretében nyitottak meg. 1944 őszén a délvidéket elfoglalta a Titóféle partizán sereg, és a polgári magyar lakossággal szemben egy nagyon kemény megtorlást csináltak. Ez gyakorlatilag egy etnikai tisztítás volt, ahol bizonyos bestészek szerint 40 ezer magyart végeztek ki néhány hónap alatt. A kiállítás 18 tablon keresztül ismerteti az eseményeket, a kínzásokat, a munkatáborokat és a különböző feltárásokat egészen az 1941-es hideg napoktól a közelmúlt eseményeig. A tárlat célja, hogy tisztelegjen az áldozatok előtt és az ő sorsukon keresztül mutassa be a korszakot. Maga a kiállítás az elindul. Nem 44-ben, hanem egy tablót szántunk 1941-42-nek a hidegnapoknak, amire ugye hivatkozik maga az akkori jugoszláv állam is, hogy, illetve a partizánok is, és Tito is, hogy az akkori hidegnapokért egyfajta büntetésül, hogy a magyarok ellen így kell eljárni. Most ez volt a... Ez a fedőnév, de a valós szándék ugye benne van az ideológiában, amiről szólnak különböző tablók, az, hogy a szlávosítsák el a délvidéket, és a magyarok és a németek is, mint úgynevezett kollektív háborús bűnösök, igazából kipucolják arról a vidékről. A Keskeny úton alapítvány vándor kiállítása a közel 60 éven át titkolt eseményekről október 31-ig látogathatók az Emlékpontban. Új közösségi térrel bővült a Szent István általános iskola. A kölyök kuckóban az összetartozás élményét is megélve bontogathatják szárnyaikat a művészet vagy az újságírás iránt érdeklődő gyerekek, úgyhogy közben a személyiségük is fejlődik. Kölyök kuckót avattak ma délután a Szent István általános iskola emeleti aulájában. A közösségi tér kialakítását a köznevelés az iskolában támog pályázat, illetve a Klebersberg intézmény fenntartó központ támogatta. Intézményünkben több mint 40 délutáni foglalkozás közül válogathatnak a diákok. Ezek egy részét is szeretnénk majd megtartani, illetve ez a hely nagyon alkalmas lesz arra, hogy a gyerekek két foglalkozás között relaxáljanak, beszélgessenek, pihenjenek. A gyerekek nevezték el közösségi terünket Kölyök kuckónak, ezért próbáltuk igazi kuckóvá varázsolni. Itt kapott helyet a Szent István Galéria, ez is egy teljesen új kezdeményezés. Az átadó ünnepségen fotókiállítás mutatta be a természetet gyermekszemmel.
Az őszi tájat ábrázoló képeket az iskola negyedik osztályos diákja Sajt Imre kapta lencse végre. Mi az, amit szívesen fényképezel? Az állatokat, bogarakat. Az iskola újság szerkesztőségének tanévkezdő foglalkozása nyitogató címmel szintén ezen a napon indult, majd Mozorgó néven személyiségfejlesztő foglalkozáson vehettek részt a diákok. Már második éve indulnak vándorútra a Mária Valéria keresztény óvodába járó gyerekek. A Magyar Népmese és az Állatok Világnapja alkalmából szervezett programon az intézmény minden óvodása részt vett ma délelőtt. Már 10 éve Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a Magyar Népmese napját, október 4-én pedig az Állatok Világnapja van. Erről a két eseményről együtt emlékeztek meg az óvodában. Olyan állatos magyar népmesét kerestünk, ami alkalmas erre, hogy ezekről a napokról megemlékezzünk. A Farkastanya című magyar népmesét választottuk, és ennek a mesének a szereplői adják az alapot a játékhoz. Mozgásos és egyéb játékokat találtunk ki a gyerekek számára. Lesznek találós kérdések, versenyjátékok, és minden egyes helyszínen más-más feladattal találkoznak, más-más feladatot oldanak meg a gyerekek. A gyerekek vándortarisznyát kaptak már az első helyszínen, az óvónénik vándorbotot, és így járták végig a mese állomásait. Adj Isten, öreg anyám! Fogadj Isten, fiam, Isten hozott benneteket. Nagyon örülök, hogy erre jöttetek. A hétvégén rendezik meg a Vásárhelyi Ízök Fesztiválját. Ha a csapadékos időjárás közbeszól, akkor a főzőverseny szombat 9 óra helyett délután 1 órától kezdődik majd, tájékoztatta híradónkat a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ vezetése. Kedves nézőink, a híradó véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét kívánok. Viszontlátásra! Szombat hajnalban sok lesz felettünk a felhő, reggelre borult égboltra ébredhetünk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 14 fok között alakul. Napközben folytatódik a csapadékhullásra hajlamos időjárás, ismétlődő esőkkel, záporokkal. A legmagasabb délutáni hőmérséklet 20 és 21 Celsius fok között alakul.